Köszöntjük kedves nézőinket! A szemeszter legfrissebb műsora következik. A mai adásban bepillantunk a Petőfi épület felújításába. Megtudhatjuk, kik azok az erős emberek, akik 200 kilót is fel tudnak emelni. Illetve arról is szó lesz, mikről jeges a jeges est. Úgy gondolom, ma is érdemes lesz velünk tartani. A szegedi bölcsészkar ikonikus épülete a Petőfi. Nevék arról a sugárútról kapka, ahol található. Bár évtizedek óta az oktatás szolgálatában áll, az épület valójában igen elhanyagolt volt. Fennállása óta csak kisebb javításokat végeztek rajta, benne. 2024 mérföldkő a Petőfi épületében. Megkezdődök ugyanis a teljes felújítása, és várhatóan, ha minden a tervek szerint alakul, 2024 őszétől visszatérhet az oktatás az épületbe. Az ország egyik legnagyobb építőipari vállalatának irodaháza volt, majd egyetemi épület lett, a felújításáért pedig még aláírást is gyűjtöttek a diákok. Hosszú út vezetett el a bölcsészkar Petőfi épületének mostani megújulásáig. A 70-es évek második felében épült fel, ahogy én elneveztem a Facebookon, a Petőfi Center, vagy Rom Center, vagy csak röviden Center, és egy építőipari tervező vállalat volt ez az irodaháza. 1979-ben, akkor én még egyetemista joghallgató voltam, az egyetem megvette ezt az épületet 50 millió, de akkori forintért. Tehát most 79-ben 50 millió forint azért mást ért, mint ma. És akkor utána, hát ebbe az épületbe költöztek be az akkori úgynevezett marxizmus-leninizmus-tanszék csoportnak a tanszékei, tehát filozófia, politikai gazdaság, tudományos szocializmus, illetve 1980-ban hozták létre a szociológia tanszéket, és hát minket is ebbe a tanszék csoportba raktak bele. Én még negyedéves joghallgató koromban jártam ide tudományos szocializmus órákra, sőt szigorlatoztam is belőle, és hát 1981-ben, amikor engem Szentpéter István professzor úr, a tanszék alapítója meghívott a tanszékre, hát 81-től pedig itt vagyok oktató. A rendszerváltozás elsöpörte a szocialista ideológiához kötődő tanszékcsoportot. Helyét társadalomtudományi tanszékek vették át, amelyek a polgári demokráciában elfogadottabb tudományágak oktatására és kutatására szakosodtak. Ez az épület viszont maradt olyannak, amilyen volt. Az eltelt évtizedek alatt állapota egyre romlott. Ugyan tervben volt egy nagyobb szabású renoválás, ami zöld utat is kapott, azonban a csaknem 300 millió forintos beruházást az egyetem önerőből nem tudta finanszírozni. Egészen mostanáig nagyobb felújítási munka benne egyáltalán nem volt, tehát évtizedekre visszamenően nem volt semmiféle felújítás, nagyon sokáig még csak festés sem volt, tehát meglehetősen leromlott állapotban van most jelen pillanatban az épület. És milyen út vezetett odáig, hogy most mégis megkezdődhet a felújítás? Hát ez viszont egy hosszú út, ami valamikor a 2010-es évek közepén kezdődött, akkor már készült egy terv az épületnek a felújításáról. Ez a terv, ezt én láttam is annak idején, ez egy engedélyes terv volt. Aztán feltehetően pénzügyi okokból ez nem valósult meg. Az épület rendbetétele többször is napirendre került. 2016-ban még tüntetést és aláírásgyűjtést is szervezett az akkori hallgatói önkormányzat, amivel végül sikerült is kiharcolni némi előrelépést. Hát lehet, hogy annak már 10 éve is, vagy majdnem 10 éve, az akkori bölcsészkari hallgatói önkormányzat egy demonstrációt szervezett az épület felújításáért. Ez itt zajlott a demonstráció az épület előtt. Tegyük hozzá, hogy az oktatók és az akkori kari vezetés legteljesebb egyetértésével. Még engem is felkértek egy kis beszéd elmondására. Egészen sokáig mozdulatlan maradt az ezzel kapcsolatos gondolkodás. Majd az már az indinkárságom idején történt, hogy volt egy kisebb ráncfelvarrás az épületen, én ezt így nevezném. Az épületet belülről kifestették, illetve a bejárat részt azt felújították, ami azért lendítette a dolgon, valljuk be. Komoly mérföldkő tehát ez a mostani felújítás.
Pályázati keretből fog megújulni egyebek mellett a klíma, fűtés és szellőztetési rendszer, kari forrásból pedig a vizes blokk régóta várt felújítása valósul meg. Mint volt tanár, én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, még hogyha részleges is a felújítás, mert legjobb tudomásom szerint a tető felújítása, az energetikai rendszer, ami nagyon fontos, a nyílászárók, tehát ez az, ami felújításra kerül. Egyébként, hát ha ezért nem haragszik meg rám senki, ezt az épületet én oktatásra sok szempontból alkalmatlannak tartom. Tehát a felújítás nyilván lendít a komfortot, a komfort érzeten. És ez a mostani nagyobb szabású felújítás milyen forrásból fog megvalósulni? Ez RRF pályázati forrásból fog megvalósulni. 865 millió forint az előirányzat. Ezek az adatok egyébként megtalálhatók, tehát publikusak. Illetve a kar saját erőből egy közel 100 milliós, 80-90 millió körüli beruházást fog végrehajtani. A nagy pályázati forrás az gyakorlatilag egy döntően külső szigetelés, nyílászáró cserét jelent, illetve a tetőn a szigeteléseknek az újra építését, illetve a napkollektorok levételét, majd tudomásra szerint talán több napkollektor is kerül fel, mint amennyi eddig volt. A szerződés szerint júliusra várható a befejezés. Én remélem, hogy túlzottan sokat nem is fog csúszni, illetve hogyha kell még kiegészítő munkákat vagy garanciális javításokat végezni, én nagyon-nagyon szeretnék abban bízni, hogy szeptemberben már itt tudjuk kezdeni a fél évet. Vajon mi lehet az az Access Bars? És milyen lehet 20 évesen egyetemistaként vállalkozásba fogni? Faragó Luca rekreációszakos hallgató története is azt bizonyítja, hogy ha van egy jó ötleted és kellő bátorságot, akkor megvalósíthatod az álmaidat. Faragó Luca a Szegedi Tudományegyetem rekreáció és életmód szakos hallgatója, tanulmányai mellett kezdte a saját vállalkozását, melyben masszörként tevékenykedik, emellett Access Bars facilitátor, Belly Revolution oktató. Már nagyon fiatal koromtól kezdve motoszkált bennem az, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, csak még nem nagyon tudtam pontosan, hogy mivel is. És tulajdonképpen kezdetben csak úgy a saját keftelésen végeztem el a masszőriskolát is, illetve még 15 éves koromban az első Access Bars tanfolyamomat, és akkor még bele sem gondoltam, hogy ezzel szeretnénk majd később foglalkozni, csak ahogy teltek múltak az évek, rájöttem, hogy tulajdonképpen miért ne kereshetnék pénzt abból, amit amúgy is szeretek csinálni. Tehát valamilyen szinten az, ami már régóta bennem motoszkált, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, kikristályosodott az évek alatt, hogy ez pontosan mi is, és itt tartok most ott, ahol. Lucának az egyetem miatt nagyon rugalmas a munkaideje. Javarészt reggel 8-tól délután 4-ig vannak órái, így utána tudja fogadni a vendégeit. Emellett hétvégente is dolgozik, általában ilyenkor tanfolyamokat tart. Ha az ember tanulmányai mellett kezd enyéni vállalkozásba, akkor alanyi adómentesnek számít, szóval ilyen szempontból számomra kedvezőbb így az adózás. A másik pedig úgy voltam vele, hogy nem szeretnék várni azzal, amit nagyon szeretek csinálni, és nem láttam akadályát, hogy összeegyeztessem a kettőt, az egyetemet és a munkát. Így úgy voltam vele, hogy minél korábban elkezdem. Igazából nincs mit vesztenem vele, szóval csak követtem a szívemet, és elkezdtem, belevágtam. Az Access Bars az Access Consciousness-nek egy kezelése. Ez egy olyan kezelés, amelyben az ember háton fekszik, és a kezelők a fején különböző pontokat érintenek. 32 pont található a fejünkön, amelyek egy-egy életterülethez kapcsolódnak. Ezen pontok finom érintése során lehetővé válik az agy számára, hogy felszabadítsa a mélyen elraktározott, korlátozó érzéseket és gondolatokat. Én mindig azt szoktam mondani az embereknek, hogy jöjjenek el, egyszer próbálják ki.
legjobb esetben megváltozik az életük, legrosszabb esetben olyan, minthogyha aludtak volna 5 órát, mert hogy maga a kezelés is nagyon nyugtató, nagyon relaxáló hatású, és már egy kezelés után az ember úgy tud felkelni, mint aki nagyon mélyen pihent, nagyon sokat aludt. Egyébként tudja javítani az alvás minőséget, az ember azt veszi észre, hogy egyre könnyebbek a mindennapok, vagy kevésbé nyomják már úgy a problémák az ember vállát, de egyébként jótékony hatással van a tanulásra, a kapcsolatainkra, szóval mivel az egész, ez egy nagyon átfogó kezelés, és az életünk minden területére kihat, tulajdonképpen mindenhol tudnak jelentkezni. Ezek akár egyszerűbb lesz a munkánk, kapunk jobb lehetőségeket, kevésbé stresszelünk rá a helyzetekre, tehát mi magunk is megváltozunk ezáltal, és kihozzuk magunkból a legjobbat, legtöbbet. Az Access Bars nem csak a lazítani kívánó felnőtteknek jelenthet kikapcsolódást, már az egészen kicsi gyermekeknél is alkalmazható. Segíthet javítani a koncentráció képességünket, jobb tanulmányokat érhetnek el az iskolában, illetve a depresszióra is pozitív hatást gyakorolhat. Manapság egyre fiatalabb korban helyeznek nyomást az emberekre, hogy már 14 évesen döntse, hogy melyik középiskolába akar menni, milyen fakultációra, vagy már 18 évesen tudja, hogy mi legyen a szakmája, hova menjen tovább tanulni. Ez egy teljesen természetes folyamat, hogy az ember még nem tudja ilyenkor, mivel szeretne foglalkozni. De ami számomra is nagyon fontos volt, és ezt ajánlom mindenkinek, hogy vegye figyelembe, hogy mi az az egy dolog, vagy nem feltétlenül egy dolog, de mik azok a dolgok, amiket már most is nagyon szívesen csinál. Ez szinte lehetne mondhatni, hogy az élete szerelme, tehát ami annyira szereti, hogy bármikor tud vele időt tölteni, és gondolkozzon el rajta, hogy miképpen lehet akár ebből pénzt keresni, mert szerintem minden ember képes arra, hogy pénzt csináljon abból, amit szeret. Hisz mi értelme az életnek, hogyha nem azt dolgozzuk, amit szeretünk. Több mint 200 kiló puszta kézzel. Ekkora súlyokat mozgatnak az erőemelők. A magyar egyetemek és főiskolák országos bajnokságán egy testvérpárnak sikerült győzelmeskedniük a saját súlycsoportjukban. Eredményükkel pedig felratták magukat és az egyetemek is a súlyemelés térképére. Árvai Péter és bátyja, Árvai Gergő sok szállal kötődik a Szegedi Tudományi Egyetemhez. Gergő az Állam és Jogtudományi Kar tudományos segédmunkatársaként dolgozik, valamint diplomáját is itt szerezte. Péter pedig az STE gazdaságtudományi karának frissen végzett hallgatója. Az edzéseket a testvérek együtt kezdték el. Bár több sportágat is kipróbáltak, végül az erőemelésnél kötöttek ki. Első komolyabb győzelmüket is megszerezték a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos Bajnokságán. Itt a Szegedi Tudományi Egyetem csapatával második helyezést értek el. Mindig is közel állt hozzám a sport, régen cselgáncsoztam, crossfiteztem, nagyon sok sportágat kipróbáltam. Aztán a véletlen hozta úgy edzőtársakkal való közös kooperáció, hogy az erőemelésnél kötöttem ki, és úgy tűnik, hogy az eddigi élmények, tapasztalatok alapján ez egy hosszabb távú történet lesz majd. Még régebben judoztam, viszonylag komolyabb szinten, egy ilyen 12 évet nyomtam, és ezután, ahogy abba hagytam ezt a sportot, úgy éreztem, hogy kell valami más, ami átvegye a helyét a sportnak az életemben. Volt egy pár év, amikor eljártam csak simán konditerembe, és ott edzettem barátokkal, viszont úgy éreztem, hogy ezt lehetne hatékonyabban is csinálni, hogyha lennének konkrét célok, lennének tervek, akár edzésterv is. És így a baráti körömön keresztül megismerkedtem ezzel a sportággal, és igazából megtetszett, és azóta is már kicsit több mint egy éve ebben látom a jelenlegi edzéstervemet. A felkészülésük mindig az adott versenyhez igazodik, hiszen több hetes edzésprogram előz meg egy-egy megméretetést. Külön kell készülnünk mindhárom fogásnemre, a guggolásra, a fekvenyomásra, illetve a felhúzásra is. Az én edzésprogramom aként épül föl, tekintettel, hogy elég sokat dolgozom, hetente 3 edzésem van, 3x2-2.5, amikor éppen hogy jön ki a lépés. Van egy progresszívan felépített edzéstervünk, amit testvéremmel együtt követünk, és gyakorlatilag a különböző versenyek ezekhez igazítva kerülnek felépítésre, tehát hogyha van egy versenyünk áprilisban, akkor azt megelőzően van egy 12 hetes, 16 hetes progresszió, ennek megfelelően néz ki egy-egy versenyfelkészülésünk. Az erőemelés az alapvetően 3 fogásnemből épül föl, ez a guggolás, fekvenyomás és a felhúzás, vagy elemelés más néven. Ugye a cél az, hogy az ember mind külön fogásnemenként, mind pedig totálban összesítve a lehető legnagyobb számot tudja produkálni. Megvannak nyilván a versenyszabályok, és ami talán még fontos lehet a laikusok számára, hogy minden egyes
kifogásnál, ebből 3 próbálkozása van az adott versenyzőnek, összesen 9 darab gyakorlattal kellett legnagyobb súlyat megmozgatni az adott versenyen. Nagyjából körvonalazódik az idei versenynaptár. Ez hogy fog kinézni? Március elején lesz egy versenyünk, illetve majd áprilisban, és valószínűleg az év második felében is szerintem még egy 2, maximum 3 darab verseny lesz. Ugye ebben a sportágban annyira sok verseny nem célszerű egy évben elindulni, mert az ember saját magához képest nem feltétlenül tud mondjuk egy ilyen egy hónapos perióduson belül többet kihozni. Ez egy picit türelmesebb sport, úgy gondolom. Szeretnék ezeken a versenyeken elindulni, magamhoz képest a legjobban teljesíteni. Azt, hogy meg a jövő mit hoz, az még kérdéses. Azért nagyon szívesen elindulnék egy nemzetközi versenyen, akár az egyetem hátterével, akár mint külön, de ez egy mérföldkő lenne szerintem. Fontos kiemelni, hogy az árvai testvérek nem profi sportolóként gondolnak magukra, ezért számukra az erőemelésnek más szerepe is van az életükben, akár terápiás és stresszlevezető funkciót is betölthet. Elsődlegesen a stresszoldást szeretném kiemelni, mint említettem, a munkából kifolyólag nekem nagyon sokszor egyfajta terápia, hogy este lejövök a terembe, és akkor ki tudom kapcsolni a fejemet, és csak és kizárólag a súlyokra tudok koncentrálni, nyilván a társaság mellett. Ad egyfajta rendszerezettséget, fegyelmet, megtanítja az embert arra, hogy legyen kitartása, legyen akaratereje különböző célok eléréséhez, meg nyilván az egészség megőrzés egy olyan szempont még, ami szerintem mindenképpen kiemelést érdemel. Amit kiemelnék, hogy nagyon sok új barátom lett, nagyon sok ismerősöm, akár az edzőteremben, akár versenyről, és ez mindig egy ilyen pozitív érzéssel tölt el, hogyha mondjuk versenyre megyek és tudok beszélgetni ismerősökkel, akár most, hogy volt az egyetemi erőemelő országos bajnokság, ugye elég sok hozzánk hasonló sráccal, meg lányjal találkoztunk, akik szintén egyetem mellett csinálják ezt a sportot, és ez nagyon pozitív volt számomra, hogy tudtunk beszélgetni. 2024-ben sok verseny van rájuk, hiszen még csak most kezdődik az idei év megméretetésének sora. Nagy lehetőségnek gondolják egy esetleges nemzetközi versenyen való indulást, hiszen több nemzet versenyzőivel is összemérhetik tudásukat. Azt talán ki lehet jelenteni, hogy nem élsportolói volumenben gondolkodom, viszont nyilván vannak azok a célszámok a fejemben, amiket szeretnék előbb-utóbb elérni, inkább előbb, mint utóbb. Nyilván, mint mondtam, hobbi szinten üzem a sportot, viszont hogyha egyszer lehetőségem jönne egy nemzetközi versenyen megpróbáltatni magamat, az mindenféleképpen egy bakancslistás tényállás lenne, lehet így fogalmazni. Gergő ugyan jövőjét jogászként képzeli el, azonban sportkarrierjét sem szeretné elengedni, és ebből is szeretnék kihozni a maximumot. Doktorandusz hallgató vagyok, a legutolsó fél évben írom a disszertációmat. Alapvetően, ha lehet fogalmazni, a civil pályán tervezem az életemet, tehát a jogászdiplomám birtokában tervezek ezen az úton tovább haladni. A sport több mint biztos, hogy nekem csak egy fakultatív időtöltésként maradt meg, viszont ez nem jelenti azt, hogy az ember ne hozza ki magából a maximumot, tehát egy olyan hobbiként gondolok rá, ami az ember tudja feszegetni a határait. Péter szeptemberben mesterszakon folytatja a tanulmányait, de a versenyzést ő sem szeretné elengedni, és bízik abban, hogy továbbra is össze tudja majd egyeztetni a sportot a tanulmányaival, valamint a magánéletével. Most sikerült végeznem, decemberben záróvizsgáztam, és így lediplomáztam alapszakon. Én ugye a gazdaságtudományi karon vagyok, gazdálkodási és menedzsmenten. Szeptembertől fogom folytatni a tanulmányaimat mesterszakos hallgatóként. Most addig jelenleg dolgozom, mellette edzek, és bízom benne, hogy amikor majd folytatom a tanulmányaimat, akkor talán egy picit még nagyobb odafigyeléssel és pihenéssel tudom az edzéseket végezni, mert sokszor érzem, hogy munka mellett azért fizikailag az ember, meg mentálisan is eléggé le tud fáradni, és nem mindig egyszerű mellette még délután este teljesíteni a teremben. Talán a tanulmányokkal egy kicsit jobban össze lehet egyeztetni. Sokan tudhatják alma máterüknek a Szegedi Tudományegyetemet. Dr. Sipos László Attila is itt végzett, és aztán itt is maradt. Munkahelye a Szegedi Biológiai Kutatóközpont lett. A következő beszélgetés azért is különleges, mert a biológussal lánya beszélget, aki hallgatótársunk. Véleményem szerint egy elég szerencsés embernek érezhetem magamat, mivel nagyapám, édesapám és édesanyám is az STL volt hallgatója volt. Ezeket az egyetemi éveit fogom most felidézni édesapámmal, akivel természetesen tegeződni fogunk, nem magázódni.
Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és elfogadtad ezt az interjút. Első kérdésem az lenne, hogy hogyan esett választásod a biológus pályára? Hát ezt azt hiszem, hogy édesanyám, édesapjának, anyai nagyapámnak, Kovács Bélának köszönhetem, aki bár egy hegyvidéki fűzjáradványi iskolába volt tanító, igazgató, de mégis kora gyerekkoromban is rengeteg kirándulásra, sétára vitt engem, míg a Bakonyban is voltunk, és tőle tanultam meg az első növényeket, növényneveket, mint például a fehér mécsvirág, vagy a borsos varjuháj, a búzavirág, komló, csüngőlepke, és vele voltam este megnézni, hogy kinyílik éppen a mécsvirág. Azt hiszem, hogy ő fertőzött meg engem a környező élővilág szeretetével. Édesapád az én nagyapám, ugye, Sipas István. Ő egy nagyon elkötelezett és motivált tanár volt. 2015-ben ugye el is nyerte a Rácz tanár úr díjat. Kérlek, arról mesélj, hogy milyen volt mellette felnőni. Kicsit nehéz volt, mert mindenki azt gondolta, hogy milyen jó nekem, ha nem tudok valamit általános iskolába, akkor csak ott van édesapám, és tőle kell megkérdezni, de a valóság pont az ellentétje volt, hiszen óráin túl rengeteg diákkal foglalkozott külön szakkörökön, kísérleteket készített elő, és egy csomó minden mást is csinált még. Később aztán a középiskolába, a most már majdnem 500 éves Sárospataki Református Kollégiumba, ahol ő tanult, és ahol tanított, és ahova én is jártam, ott kémia fakultációt tartott nekünk, és hát ott nyilván már módon volt tőle közvetlenül is megkérdezni dolgokat, viszont hát semmi kivételezésben nem volt részem, sőt, amikor valami problémát föltett, és én tudtam megoldani, akkor azt mondta, hogy hát vegyem úgy, hogy meg vagyok dicsérve. Mint ahogy említetted, te eredetileg Sárospatakon születél, és ott is jártál középiskolába, de mégis hogyan jött Szeged a képbe? Egyrészt ugye édesapám is itt végzett, másrészt a gimnázium harmadik, negyedik osztályába, amikor a biológia tankönyvbe a genetikához jutottunk, akkor elhatároztam, hogy ilyen genetikával szeretnék foglalkozni, bár szívemben a kémia is nagyon becses volt, hiszen ebből OKT-véztem, de mégis úgy gondoltam, hogy ide fogok jönni, hiszen az itt azóta akkor már jól működő Szegedi Biológiai Kutatóközpontba gondoltam, hogy majd így fogok genetikával foglalkozni. És így is lett. Kicsit tudnám mesélni az én egyetemes éveidről? Előtte, mielőtt az egyetemre jöttem, egy évet katonáskodtam Lentibe, az Sárospataktól talán a legmesszebb, így átlósan helyezkedik el. Igazából akkor szakadtam el nyilván a szülői háztól, és hát ilyen szempontból egy kicsit nehéz volt folytatni ezt Szegeden, pláne tudva azt, hogy én itt szeretnék majd később dolgozni. Itt kezdtem el aztán a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba szakdolgozni, és végül is itt ismertem meg a feleségemet, csoporttársamat, Gyarmati Terészt, akivel aztán a harmadik év végén össze is házasodtunk. Szeretettel és kellemes emlékekkel gondolok vissza az egyetemi éveimre. Kiskoromban annyira én nem tudtam részese lenni ennek az élménynek, de sokat meséltél róla, hogy ugye 1999-ben, mikor már megvolt két bátyám, akkor te kimentél Bostonba kutatni, de én arra lennék kíváncsi, hogy hogyan jött ez a lehetőség, nem minden embernek kopognak be az ajtaján, hogy hé, gyere már a Harvardra kutatni. Hát ez úgy történt, hogy az egyetemi év alatt már az első fél évben elkezdtem bejárogatni, akkor még csak a Veneciáner Pál professzor úrnak a szakkollégiumát hallgattam, de már a második fél évben szakdolgozati témát kerestem, és ott találkoztam Gausz Jánossal, akinek a csoportjában dolgozott Gyurkovics Henrik, aki éppen akkor külföldön volt, de a Gausz János nagyon lelkesen mesélt nekem itt a muslicákról, meg arról a témakörről, amit ők kutatnak, és nekik volt együttműködő partnerük, a Genfben dolgozó François Kars professzor, aki viszont a Harvard Egyetemen volt posztdok, a professzor Welcome Bendernek a laboratóriumában, és hát ez a
téma az nagyon szorosan kapcsolódott, hiszen együttműködő partnerek is voltunk François Karssal. Igazából a Welcome Bender volt annak a 1983-as Science cikknek az első szerzője, amiben leírják a muslicában tulajdonképpen az első igazából a klónozott, vagy második klónozott génszakaszt, a Bithorax komplexet, aminek társszerzője volt Ed Lewis, aki később 1995-ben Nobel-díjat kapott, és 1997-ben Amerikában egy éves amerikai drozofila konferencián találkoztam vele, aki meghívott egy munkainterjúra a Bostonba, és aztán interjú után rögtön azt mondta, hogy szeretné azt, hogyha ha nála dolgozhatnék, amire aztán később 1999. januárjában sor is került. Ott dolgoztam ez egészen 2000 decemberéig, amikor két év után hazajöttem, és aztán később két év után önálló csoportot alakítottam, de szoros munkakapcsolatban maradtam továbbra is Welcome Benderrel. Több közös cikkünk is van, és közös pályázatunk is volt. Említetted, hogy már egyetem éveid alatt megismerkedtél a muslicákkal, de ahogyan én tudom, ott a kutatóközpontban itt Szegeden állatok többfajta ilyen kutatásokat végeznek, de miért éppen a muslicákkal szerettél foglalkozni? Hát bármennyire is meglepő, a muslicának a genomja, tehát a génjeinek az összessége, a hossza, ha úgy tetszik, a kromoszomai hossza, az összemérhető a élesztő gombával, ami egy sejtből áll, de ennek ellenére egy valódi többsejtes élőlény. És én azt szoktam mondani az ilyen kérdésekről, hogy hát a muslica az félig ember, de az igazság az, hogy tulajdonképpen a helyzet ennél jobb, mert azok a gének, amik az emberben betegségeket okoznak, az ismert betegségeket okoznak, azoknak a 70%-a ugyanúgy megtalálható a muslicában is. Tehát lehetnek buta muslicák, akik rosszul tanulnak, lehet alvászavarokkal küzdő muslicákat létrehozni, lehet drogfüggő muslicákat létrehozni, sőt, még ilyen különböző szexuális aberráns viselkedést is elő lehet bennük idézni. Hát arról pedig nem beszélve, hogy ugye a leginkább problémát okozó betegségek, hogy a agyi, az Alzheimer, a Parkinson-kor, vagy például a rák, ezeket kiválóan lehet a muslicában modellezni. Már ismert, engedélyezett gyógyszereket lehet tesztelni a muslicában, annak a reményében, hogy nem kell egy új gyógyszert kifejleszteni, hiszen az nagyon sok idő és rengeteg pénz, az engedélyeztetése, tesztelése, és az a már említett emberbetegségeken lehet tesztelni a már engedélyezett gyógyszereket, hogy mit lehet például egy korábban engedélyezett gyógyszert egy már adott másik betegségre kipróbálni. Milyenféle kutatók vannak még nálatok ott a központban? Hát igazából a Szegedi Biológiai Kutatóközpont az 4 intézetből áll. Volt régebben egy 5. is, ami nem Szegeden található, hanem Budapesten az enzimológia, ami hozzátartozott. Most már az teljesen független, önálló. Tehát van biofizikai, növénybiológia, biokémia és genetikai intézet, és hát ez rengeteg kutatócsoport, több száz kutató, meg hallgató alkotja, meg technikusok. Tehát tulajdonképpen mindenféle kutatásra lehetőség van. Te, mint ilyen tapasztalt ember, már egy jó pár éve kutatsz, ugye, mit tudnál tanácsolni egy most biológus vagy biológia-kémia szakos hallgatónak? Ahhoz, hogy kutató legyen valaki, talán legelőször is szerintem úgy gondolom, hogy kíváncsinak kell lenni. Végtelenül kíváncsinak, nagyon-nagyon kitartónak és nagyon szorgalmasnak kell lenni, nagyon kell tűrni a megpróbáltatásokat. Azt is, hogyha az embert esetleg megszűnik a csoportja, egy másik munkahely, másik csoportra kell menni, de nem szabad, hogy feladja az álmait. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Minden évben nagyon népszerűek az STE jeges estjei. A szervezők ilyenkor nem csak azokat várják, akik jól boldogulnak a jégen, hanem azokat is, akik most csatolják fel először a korcsolyák. A Szegedi Tudományegyetemnek ismét sikerült olyan programmal előállni, amely hallgatók sokaságát hozta össze.
A több évre visszanyúló jegesest, mely a Covid járvány miatt évekig elmaradt, most újra megnyitotta kapuit. Az esemény sorozat ingyenes sportolási lehetőséget kínál az egyetemi hallgatóknak, valamint egy olyan alkalmat, mely során jól szórakozhatnak. A helyszíni regisztrációt követően diákok kígyózó sora várt a bérmentes korcsolyákra, majd már felszerelkezve jégre is léphettek. Több évre nyúlik vissza, kétszer-háromszor meg szoktuk rendezni télen ezt a jeges estet, ahova kifejezetten úgy kérjük, hogy egyes karokat hívunk, de természetesen az STL hallgatói, az összes hallgató jöhet. Nagyon szeretik a diákok, egy olyan rendezvény, ahol ugye jót lehet rekreációs sporttevékenységet végezni, de közben mozognak is, közben jó zene van. Jégre lépve az egyedülálló hangulatot DJ biztosította. A légkör oldott és fiatalos volt. Sokan magabiztosan korcsolyáztak, de azoknak sem kellett félnie, akik nem annyira gyakorlottak, mert társai kezét fogva többiekkel együtt tudtak korcsolyázni. A pályán akadtak, akik tanítgatták egymást különböző figurákra, voltak, akik fogócskáztak, de legtöbben a zenét élvezve felszabadultan siklottak a jégen. Többen is úgy nyilatkoztak, hogy fontosnak tartják és szeretik az ilyen egyetem által szervezett eseményeket, mivel azok közösségépítő erővel bírnak. Nagyon közösségépítő, szerintem tök jó, hogy minden STS diák, és hát elég sokan megtalálhatóik. Itt sok ismerős arccal találkoztunk, szóval nagyon örülünk ennek az eseménynek. Jó, nagyon jó a buli. Jó, pár éve nem koriztam, de most nagyon király. Közösségépítő. Igazából így szerintem lehetőségünk van egy kicsit barátkozni, akiket nem annyira ismerek. Remekül érzem magam, jó hangulat, úgyhogy sokan vagyunk, de amúgy elég jó. Többen csoportosan érkeztek, viszont alkalom adódott arra, hogy a diákok nyissanak új emberek felé is, hiszen egy ilyen programon elmosódnak a kari határok. A hallgatók új embereket ismerhetnek meg, akikkel lehetőségük van együtt szórakozni és élményeket gyűjteni, valamint a rendezvényszervező és kulturális bizottság elnöke fontosnak tartja, hogy az ilyen összegyetemi programok segítségével a diákok bővíthetik ismereteiket a helyi szabadidős és sportolási lehetőségekről is. Bár nyilván én is ismerek olyan kollégiumokat, ahol így összemosódnak a kari határok, de hogy nyilván ennyi embert, és ezzel a hökök is tisztában vannak, úgy lehet jól mozgatni, és úgy lehet jól akár így programok szempontjából kielégíteni, hogyha egy bizonyos célcsoport be van lőve. És a mi eseményeink azok az összegyetemi események, és azt gondolom, hogy azért ezek elég jól fel tudják dobni a hétköznapokat. Csinálunk nyilván buligát, azok nagyon népszerűek, de hogy szerintem tök sokat hozzátesz ahhoz, hogy megismerik az helyeket, a sportolási lehetőségeket, a vendéglátói egységeket, és egy kicsit tényleg így színesednek ők is ismeretek szempontjából. Mert rekreációs programokkal folyamatosan kedveskedünk az egyetem polgárainak, hallgatóinak, dolgozóinak, külföldi hallgatóknak is. Mindenkinek ajánlom, hogy a Facebookot meg az Instagramunkat nézzék. A sportközpont továbbra is folyamatosan készül hasonló programokkal. A jó idő beköszöntével kinti eseményekre is számíthatnak a hallgatók, például aki szeret futni, a korcsolyát hamarosan sportcipőre válthatja. Mint ti is láthattátok, sok témával foglalkoztunk a mostani fél órában is. Új adással legközelebb áprilisban jelentkezünk, de addig is korábbi adásaink visszanézhetőek a Szemeszter YouTube csatornáján. Sziasztok! Viszontlátásra!